Maszkubics tehetségkutató. Annyit tudtok, hogy mindenki saját felelősségre indul azzal, hogy beneveztek, elfogadjátok magatokra nézve kötelezően a versenyszabályokat, jó? A versenyszabályok ugyanazok, amit a nemzetközi versenyeket is használnak, ugyanúgy van a pontozás is, ugyanúgy vannak az időkorlátok is. 18-an vagyunk, elég hosszú verseny lesz, úgyhogy arra kérek mindenkit, hogy próbáljuk meg nem húzni az időt a felkészüléssel. Az első versenyszámunk az Apollo kerék nyomás lesz, 85 kg lesz az Apollónak a súlya, fel kell venni, kinyomni fejfölé, 60 másodpercetek van rá, ami sikerül, amennyi sikerül, az lesz az eredmény. Az a lényeg, hogy nyújtott könyök és nyújtott tér legyen. Az, hogy közben mit csinálsz, a gyakorlat végén is az az érvényes. Az, hogy közben mit csinálsz, az nem érdekel, jó? Tehát azt rátok bizom, hogyha így nyomod ki, az sem gond, akárhogyan. Jó, a második versenyszám, ugye elég nehéz autót kaptunk a Chevrolettől, ezért ezt kivettük. Skytech táplálékkiegészítés tartás lesz majd előre. Nem gondoltam volna, hogy egyre nehéz az autó, amit hoznak. Tegnap megkilódtak vele azért az első osztályok is. Nem akarok senkit sem megsérülteni, senkit sem olyan blamába belevinni, hogy nem tudjátok felelni. Jó? A harmadik versenyszám az nagyon egyszerű traktorkerékforgatás. Itt látjátok a kereket, szerintem azért jó páran láttátok már. Ezt kell négyszer megfordítani időre. Állásból indultok, akkor van vége az időnek, amikor koppanik. Tehát azt ne csináljátok, mert nagyon sokan elbasszák azzal, hogy felállítja, és utána ellökések, a kerék így gondolkodva így elesik. Mert az idő is csak akkor fog elállni, amikor így áll a kerék, jó? Tehát ebben a pozícióban van. Vége a sziklapakolás, itt van ez a három nagyon szimpatikus szikla, a három legkisebbik. Ezt kell majd azon az állványon átrakni, úgyhogy egy olyan 4-5 métert kell majd cipelnetek, jó? Itt is értelemszerűen az időkorlát határozza meg azt, hogy mi, hogy hány merre. Ennyi, ez alapján lesz értékelve a verseny. We'll be right back.
Ezüst érmes lesz mindössze egy hajszállal, 66 mondott gyűjtött Kulcsai György, és megtartozat kérjük neki. Ennyi volt tehát a verség, köszönjük szépen. Láttam egy figyelmet. Szólítanám az elsőt. Pattot kaptál megint nálam. Német Romidól kapott a Pattot, aki az egyik legszimpatikusabb, erősebb versenyző, az egyik legszeretetőbb. Nyugat-Magyarország legerősebb embere. Azt tesz magyar bajnok, most többet nem indul versenyre. De... Ülök Mihálynak szóljon a tapsa mai teljesítményéért, ő lett az első. Szeretném, hogy a poszton látod, hogy milyen rendes voltam hozzá a Facebookon. És ez nagyon jól néz neki, hogyha mondjuk adnál egy puszit a Robinak. Na, az kéne még csak. Na, rendes, ilyen baráti puszit. Puszi, Misi, puszi, puszi. Szeressed, tudod. Még arra szeretném megkérni a srácokat, hogy majd köszönjük szépen természetesen a figyelmet és egy nagy tapsot a srácoknak. Hogy ugye a középszerű erősebb versenyzőként képével ellátott pavilon az álljunk már összeinket.